Jó estét kívánok, kedves nézők! Szerda este van, és hogyha szerda, akkor kibeszélő, ugye ezzel szoktam én beköszönni mindig. El kell, hogy áruljam önöknek, hogy ez a felvétel, amit most látnak, ez majdnem egy héttel korábban készült, ennek pedig az az apropója, hogy a vendégünk, aki itt van a stúdióban, most járt itt Nagykanizsán, és most fogunk beszélgetni. Úgyhogy mi történik majd ebben a nagyjából 6 napban, ami még vissza van, azt most előre nem tudjuk, viszont hogy mi történt eddig, azt már igen. Tompos Mártont köszöntöm, a Momentum parlamenti képviselőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Beszélgessünk egy kicsit, most tényleg a napi aktualitásokkal indulunk, aztán, hogy hova fogunk eljukadni, vagy kiukadni, az majd kiderül meglátjuk. Fél óra múlva. Mondhatjuk azt, hogy napi szinten benne van most azért így az országos média ütőerén, azért végig ott tartja a kezét. Amivel most tényleg minden nap ott tudnak lenni, és főleg mint momentumosok, ez a kordonbontás a Karmelita kolostornál. Meddig fogják ezt csinálni? Illetve miért indult el? Nagyjából tudjuk egyébként, tehát aki figyeli az ellenzék megnyilvánulásait, nyilatkozatait, az tudja, hogy miről szól ez a történet, de azért szerintem mondjuk el itt, hogy ennek mi értelme van, miért kell ezt csinálni. Hát a rövid válasz az, hogy addig fő csinálni, amíg a kordon ott van. A hosszú válasz az, hogy igazából a kordon az egy szimbólum, tehát hogy nem fogjuk azt mondani, hogy elbontjuk a kordont, és akkor rendben lesz az egészségügy, vagy akkor a státusztörvényt visszavonják, vagy bármi ilyesmi. Ez naivitás lenne, meg nem is lenne igaz. De ami igazából nekünk nagyon fontos, és nagyon hálásak vagyunk nagyon sok mindenkinek emiatt, az az, hogy számunkra a kordon egy szimbólum. Tehát ahogy hazudnak róla, hogy ez egy építési területet véd, ugyanúgy hazudnak például a diákoknak arról, meg a tanároknak arról, hogy a státusztörvény vagy bosszú törvény az nekik használ. Ahogy nem engedik oda az újságírókat kérdezni a miniszterekhez, ugye a kordonnak ez az alapvető funkciója, ugyanúgy nem engedik oda az újságírókat sehova gyakorlatilag. Tehát hogy ez nagyon sok minden ráhúzható. És amikor látunk egy olyan országot, ahol egyik napról a másikra, vagy egyik hétről a másikra kiukhatnak több száz honvédségi vezetőt, 1200 postai alkalmazottat, ügyeleti rendszerbe kényszeríthetnek házi orvosokat, és így tovább, tehát hogy nem működik az állam normálisan, akkor egyre többen átérzik azt, hogy ez a típusú elzárkózás, hazugság, terelés, ez valójában a saját helyzetükre is igaz. És a kordon az ennek a szimbóluma, és milyen ezért akarjuk ezt elbontani újra, és tesszük meg újra és újra. És ennek, ugye mondtam, hogy nagyon hálásak vagyunk, ennek az egyik legjobb példája az volt, hogy amikor legutóbbi tüntetésnél, diák tüntetésnél Budapesten, ami után elég ilyen durva képek is készültek a diákok lekönygázazásáról, meg megveréséről, hogy ott nem mi mondtuk, hogy menjünk fel a Karmelitához. Ott a tanárok, diákok maguktól találták ki, hogy igenis, menjünk föl, bontsuk el azt a kordont. Tehát ez a szimbólum, ez már kezd átmenni egyre több társadalmi csoportnak, és emiatt tényleg hálásak vagyunk, örülünk neki nagyon. Tényleg egyre több csoporthoz megy, vagy elegendő lesz az a mennyiség, akihez eljutnak ezek az üzenetek? Nem, ezen dolgoznunk kell még, tehát minél több, annál jobb. De azt láttuk, hogy mi elkezdtük újra, és újra, és újra, és így után átvették. És aztán most kedden azt hiszem megint voltunk, és reméljük, hogy majd a legközelebbi, ugye május 19-én lesz egy nagyon nagy tüntetés, hogy ott újabb csoportok fognak becsatlakozni, mert ugye most tanárdiák tüntetés volt, de már csatlakoztak hozzá azok is, akik mondjuk a végrehajtások miatt lakhatási nehézségbe kerültek, akik az akkumulátorgyárak ellen tiltakoznak, tehát már egyre többen vannak ilyenek. Nyilván most ebből a 1-2000 főből, aki a tüntetésen volt, aztán pár száz főből, aki felment a Karmelitához, nem ez látszik, de ezek az első lépések. És ami szerintem majd lehet, hogy érdekes lesz majd a nézőknek ebben a műsorban bárhogy, hogy ugye 2006 óta talán a tüntetésekben a szolidaritás, tehát egymás között, hogy mondjuk a tanár elmegy a diák tüntetésre, meg a rendőrségi tüntetésre, a mentős elmegy a tűzoltó tüntetésére, az egyre inkább kiveszett. Tehát nagyon-nagyon kevés érdekcsoport volt, aki kiállt önzetlenül egy másikért, mert értette, hogy így működnek a társadalmi folyamatok, és hogyha ezt valamilyen szinten vissza tudjuk hozni, akár csak ennyivel, az nekünk már egy hatalmas siker. A kormánypártoknak egy előszeretettel használt fegyvere azért az, amikor látnak egyfajta ilyen összefogást, amiről most beszél, hogy ezt az összefogást valamilyen ékekkel a lehető leggyorsabban szétverjék és szétaprózzák, nem kellett tartani, hogy ami most úgy kezd úgy összeállni. És nagyon érdekes kommenteket lehet egyébként a diák tüntetések kapcsán is olvasni, hogy vajon mit csinál az a rendőr, amikor fújja a könyvgázt, hogyha kiderül, hogy a saját gyereke is ott van adott esetben a tömegben.
és ő is tüntet azért a rendszerért, amit ő szeretne elérni, és elfelejteni azt, amiben most élünk. Tehát ilyen tényleg most egy érdekes helyzet kezd így előállni. Szokták mondani, hogy ahol a fiatalok kezdik a kezükbe venni a lázadást, úgymond, akkor ott már azért már tényleg van mitől félni a hatalomnak. Igen, mert ez abszolút van, de azt, hogy a rendőrök mit gondolnak, azt nem tudom, mert hogy ugye én nagyon szeretem szétválasztani ezt, hogy nem, nincsenek a rendőrök, amikor ugye engem is bevittek most egy Orskocsi utcai majd beszéljünk börtönre. Na, nagyon szívesen, egy örök élmény volt. Hogy látom, hogy van olyan rendőr, Kaposvárról vezényelték oda, nem akart ott lenni, nem akarja ezt csinálni, teljesen normális, lehetett vele beszélgetni. Volt olyan rendőr, aki nem haverkodott, nem volt bunkó, professzionális módon kezelte a helyzetet, és volt olyan, aki a szemét kinyitni nem képes, gyorskötözővel megkötözött egy órája a mentőre váró diákot, aki ott ült a karmelita lépcsője előtt, és vele izmozott, tehát vele volt bunkó, neki szólogatott be. Tehát minden rendőrök között is van mindenféle típusú ember, úgyhogy nem szeretem azt mondani, hogy a rendőrök ilyenek vagy olyanok, de azt látom, hogy ők is azért a kapacitásaik végén járnak. Tehát, hogy nem tudom, hogy hogyan reagálnának arra, hogyha a saját rokonuk, gyerekük lenne ott, de az biztos vagyok benne, hogy abban biztos vagyok, hogy nagyon nehezen viselik ők is azt, ami van. Tehát amikor beszéltünk ugye a mentőkről, vagy a házi orvosokról, a honvédekről, a postásokról, hajnali egykor, akkor ott voltam bent a gyorskocsiban, mondta az egyik rendőr, hogy neki 7-kor kezdődik a következő műszakja. Embertelen állapotok vannak náluk is. Tehát, hogy ők is azért nagyon sokan értik, hogy ami most zajlik Magyarországon, az nem állapot, csak ugye náluk egy ilyen parancsértettem rendszerben nem olyan könnyű azt feloldani, vagy megtagadni. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogyha ez tovább eszkalálódik, akkor ők mit fognak lépni. Mondom, nagyon sok típusú ember van náluk is, úgyhogy majd kiderül. Annyi mindenfelé lehetne elvinni innen egyébként a beszélgetést, hogy az valami félelmetes. Tehát vigyük, beszéljünk most egy picit azért a gyorskocsiban töltött időszakról, illetve arról, hogy hogyan került oda. Uh-huh. Amennyit lehetett róla tudni, tudunk innen messziről nyilván a híradásokból, hogy ön azért egyértelművé tette, hogy parlamenti képviselő. Ebben az esetben, egy normális országban, ha ön nem tör senkinek az életére, akkor elnézést kell kérni, és folytassa tovább a tevékenységét nyugodtan, amit éppen csinál. Gondolom nem fegyverrel hadonászva próbált valakit megölni, tehát ezt zárjuk ki. Ennek ellenére előállították. Igen. Hát, amikor engem a földre levittek, akkor utána egyből felállítottak, és mondtam, hogy én parlamenti képviselő vagyok, úgyhogy ennek megfelelően járjanak el. Mondták, hogy az ilyenkor már mindegy. Ugye a törvény azt mondja, hogy a mentelmi jog az addig érvényes, amíg nem volt tettenérés. Tehát, hogyha engem valamilyen bűncselekmény elkövetését tetten érnek, akkor előállítható vagyok, és ugyanúgy eljárnak velem szemben. A probléma ezzel az, hogy ők aztán egészen hajnali 3-2-ig kockázgatták a videókat, hogy mit látnak, hogy én mit csináltam. Hát, ha van rajta valami. Hát, ha van, és nem találtak semmit. Tehát, hogyha a videókon se láttak semmit, akkor minértek tettem. És egyébként én nem értem se kordonhoz, se rendőr az egész eseménysorozat alatt, úgyhogy ezt nagyon benézték. Tettünk is feljelentést, ugye egyrészt azért, mert jogtalanul tartottak fogva, másrészt azért, mert nem engedték be az ügyvédemet. Azért nagyon fura ilyen pártállami időket idéző eljárás volt, mert mondta ezt az ügyvédem, hogy oda ment, és azt mondták, hogy jó, mindjárt jön a parancsnok. Aztán a parancsnok 4 órán keresztül nem volt hajlandó megérkezni, és mindig így csak így elpróbálták el bagatelizálni az egészet, hogy jó, majd, persze, aztán soha nem történt semmi. Ezt ugye én most lassan 35 éves politikusként túl fogom élni. De egy 17 éves diák, akit 10 centiről, tehát teljesen szabálytalanul arcon fújnak egyszer, aztán szembe fújják még egyszer, aztán kapaszkodik a kordonba, mert nem tudja kinyitni a szemét, és közben hátulról ütik, ami látszik is a videókon, hogy őt akartam onnan lerángatni, hozzá nem engedik be az anyját. Tehát milyen embertelen eljárás azért? Tehát, hogy erre azért nehéz mit mondani. Meglátjuk, hogy a bíróság hogyan fog dönteni. Én nem ez lesz amit a zászlós hajóként fogok majd, nem tudom, kezelni olyan ügy, de ilyenkor kötelezőkör muszáj azért panaszt tenni, meg eljárást indítani, mert így nem lehet bánni se országgyűlési képviselővel, se tüntetővel. Nagyon szimpatikus volt az egyik édesapának, tehát ma jelent meg a
hozzászó vagy véleménye az egész eljárással kapcsolatban, akinek a fia egyike volt azoknak, akiket szintén bevittek. És hogy ő kiáll és büszke a fiára. És én azt gondolom, hogy hát elég sokan lehetnek így büszkék azokra, akik ott voltak gyerekek. Annak ellenére, hogy azért ugye a kormány sajtó, hívjuk így MediaWorks, meg a Cashflow, meg a többieket, hogy azért próbálja ezt az egészet így egyrészt relativizálni, 2006-os eseményekkel összehasonlítani, képeket kell nézni, és látszik a üvölt a különbség, de közben nyilván megvan az a kör, aki azt elhiszi, hogy ilyen mondatokat, hogy a diákok provokálni mentek oda, a Momentum és egyéb ellenzéki politikai szervezeteknek a biztatására, ők hergelték őket föl, és akkor mutatják Pankotai Lilit, ahogy beszél egy ilyen hangos bemondóba, és mondja, hogy menjünk föl. Tehát ebből nem tudom, hogy jön ki az, hogy ő föl volt hergelve, vagy sem, vagy valaki sugott a fülében, sugunk-e, vagy nem tudom, de mondom, tehát az a fajta ilyen ellentétszítás és gödörásás, meg sok mindent lehet mondani, azért ez egy kicsit fura, és most nagyon finom szót használt. Nagyon finom szót használt valóban. Ugye két dolog van. Egyrészt a Fidesznek egy bevett technikája az, hogy megpróbálja megfosztani az embereket, az egyéneket a saját akaratuktól. Tehát amikor azt mondják a diákokra, hogy ők fel lettek biztatva, hogy ők belettek hergelve, akkor megfosztja őt a saját egyéni érdekeitől, gondolataitól, mert azt hiszi, hogy ő befolyása van. Nem, ezek diákok, akik értik a helyzetet, és tiltakoznak ellene, mert ők úgy gondolják, hogy ezt kell tenniük. Nagyon helyesen, és remélem, hogy minden többen vannak. Ha jól tudom, amikor még az őszi diák tüntetések voltak, akkor talán Nagykanizsán is volt megmozdulás. Mm-hmm. Tehát, hogy azért ez... Most képzelje el bárki, aki nézi ezt az adást, hogy majd erre a diákra azt mondaná valaki, hogy hát azért nem tudom, a Sauta Marcell bíztatta föl, vagy a nem tudom melyik országgyűlési képviselő. Nevetséges. Nem. Ez nem így működik, de ez egy technika. Ugyanezt, amikor bármit csinál mondjuk egy momentumos, vagy párbeszédes, vagy bárki, akkor mondják, hogy hát ezt a Gyurcsány találta, aki a Gyurcsány kottájából játszik, ilyenkor elveszik az önálló akarat. A másik, és ez egy... De bocsánat, ez azért lehet, mert ők így működnek? Igen. Ez mondjuk egy békemenet az így működhet, hogy kitalálják embereknek, hogy ti gyertek oda a tölteléknek, úgymond, hogy mi mondhassuk utána azt, hogy mi milyen sokan vagyunk, és milyen sokan gondolják azt, amit mi mondunk, hogy gondoljuk-e azt, amit ti gondolni fogtok. Igen, ez egy ilyen ördögi kör, ami egy érthető dolog, de ugye ezt kommentekben látjuk. És a Fideszről tudjuk, hogy ők úgy dolgoznak, hogy van egy kommentelő hadseregük, akiknek megadják azt, hogy mit kell kommentelni. Változtassák a szavakat, változtassák a sorrendet, oké, de ezt kell leírni. És hát én most nem szeretném idézni, hogy milyen kommenteket kapok én a különböző, hogy mit vannak velem csinálni édesanyám hátán, és így tovább. Van ilyen is, de a többség ugyanazokat írja le, mert ezt hadseregben csinálják, tehát a saját magukból kiindulva, persze, érthető, hogy náluk ez van, akkor biztos nálunk is ez van, nem nincs. De a másik technika, amit említett, és ez nagyon fontos, ugye ez a relativizálás, ezt angolul whataboutism-nek hívják, amikor azt mondják, hogy jó, hát igen, itt is volt, nem tudom, könygáz, de bezze 2006-ban. Ugyanezt csinálják például az ukrán-orosz konfliktusban, hogy jó, hát igen, az oroszok mit művelnek, de bezzeg az ukránok mit csináltak, vagy de bezzeg az amerikaiak mit csináltak. És ugye ezt a többség óvodában megtanulja, hogy attól még, mert ő rosszat csinált, attól még én nem csinálhatok rosszat. Tehát, hogy ez így nem összehasonlítható. És ez egy ilyen érvelési hiba, illetve egy manipulációs technika, amit ha felismerünk, akkor egy idő után nem dőlünk be neki. Úgyhogy én csak arra bízhatok mindenkit, hogy amikor ilyeneket olvas, akkor gondoljon bele abba, hogy ennek mennyi értelme van. Nem sok. Amikor tüntetéseket szerveznek és tüntetéseket bonyolítanak, akkor azt így végig szokták gondolni, hogy és mi van utána? Tehát amit most így látnak az emberek kívülről, elmennek, tüntetnek egy jót, majd mindenki hazamegy, hogy kitüntettem magam. Most nyilván nem valamilyen érdemjellel kitüntetésről beszélünk, szóval, hogy ott voltam, együtt voltunk valahányan, akik egyformán gondolk, majd hazamentünk, és holnap elmegyünk dolgozni, vagy iskolába, vagy bárhova, és tesszük a dolgunkat tovább. Nem tudom, hogy az ember kívánja azt, amit sokszor lát Párizsból, vagy Madridból, vagy akár onnan utcákat fölborítva, nem egy-két órás tüntetések, mert heteken keresztül tartó tüntetésekkel, ahol viszont eredményt is viszonylag gyorsan tudnak elérni. Ez a technika, ez mennyire tájidegen Magyarországon? Nem annyira azért. Tehát, hogy ez, ha 2006-ban ugye volt ilyen, a permanens tüntetés, és ha megnézzük, akkor bizonyos csoportok ezt meg tudják csinálni, tehát ugye a taxisok csináltak ilyet, a kukások csináltak ilyet, hogy nincs pénz, akkor nincs munka.
Így jártunk. És arra azonnal volt válasz a hatalomnak, ott azonnal kiegyeztek velük. Én a tanároknak a bőrére nem fogok most tanácsokat osztogatni, hogyha nem szüntetik be a munkavégzést, akkor nem lesz eredmény, mert az én parlamenti fizetésem, meg az ő megélhetésükkel ez nem lenne arányos, meg nem lenne gerinces. De tanulni ebből kell. Viszont mi, hogyha oda megyünk tüntetni 2000, 5000, akárhány ezer fővel, az nem ugyanaz, mint hogyha van mögöttünk 100 000 ember, meg különböző érdekcsoportok, akik meg is szervezik a saját közösségeiket, és ott tudnak maradni velünk. Tehát, hogy ahhoz, hogy olyan szintű, és most nem az agresszióról, hanem a kitartásról beszélek, állandó vagy folyamatos tüntetés legyen, akár a Karmelitánál, akár a Kossuth téren, akár nem tudom, a Nagykanizsai Erzsébet téren, ahhoz az kell, hogy sokan legyünk, és olyanok, akik hajlandók nem csak ott állni, hanem szervezni is ellátást, mosdót, cserét, váltásokat, tehát hogy ennek van egy logisztikája. Jelenleg nem tartunk még itt, de én remélem, hogy nem is lesz szükség arra, hogy ilyen párizsi vagy madridi szintre jussunk el, mert senki nem akar agressziót, mindenki változást akar. De ha nincs kommunikáció, ha hazugság van, ha folyamatosan elzárkózás van meg, Gyurcsány, Brüsszel, Soros, meg ezek a panelek vannak, akkor egy idő után az ember kimegy az utcára. Kimegy az utcára, de mit csinál? Tehát itt az én kérdésem az most valami ilyesmire irányul, hogy elég komolyan be van határolva, hogy mit szabad egy tüntetésen csinálni, egyáltalán hogy lehet egy tüntetést megszervezni, mit kell hozzá biztosítani, meg és így tovább. Szerveztem egy párat itt Nagykanizsán, tehát akár még gyakorlatból is tudom, hogy néz ez ki. De az ember azon gondolkodik ilyenkor, hogyha mindig betartjuk ezeket a szabályokat, akkor tényleg nem fog, akkor még mindig az ő lapjaikkal játszunk. Tehát elfogadjuk azt, hogy ők osztottak, és ami jutott, abból kell nekünk valahogyan megélni. Kaptunk 4 ászt, akkor egész jó, de tuti egy Royal Flush van a másik oldalon a kezükbe, és akkor azt hittük, hogy jól vagyunk, és akkor nem jött be. Tehát azt szoktam én ilyenkor így végig gondolni, hogy vajon március 14-én mit gondoltott Petőfi 1848-ban, hogy most elment a prefektushoz, és akkor kell nekem engedélye ahhoz, hogy 15-től forradalom legyen Magyarországon, vagy azt mondta, hogy tojok rá, másnaptól forradalmat fogunk csinálni, kiállok oda, és elszavarom a nemzeti dalt, aztán legyen, aminek lennie kell. Tehát ha így nézem, hogy folyamatosan bármikor hivatkozhatnak arra, hogy nem megengedett gyülekezés történt, nem megengedett az az összejövetel, ami ott van, és erre való hivatkozásra bármikor bármit szétoszlathatnak, vagy verhetnek, vagy bármit csinálhatnak, akkor így azért elég nehéz. Igen, és hogyha valaki ezzel szembeszáll, akkor jön a könygáz, jön a gyorskötöző, jön a gyorskocsi utca, és igen, ki tudja még mi. Igen, hát ez a megfélemlítésnek a része, illetve a sztrájk törvény is úgy van megalkotva, ha jól tudom, hogy gyakorlatilag nem lehet sztrájkolni, úgyhogy önnek legyen érdemi hatása. Nem, mert ugye egy csomó minden nem lehet, igen, nem okozhatok kárt gyakorlatilag. Hát mi a sztrájk lényege pont ez? Hát egyrészt, másrészt meg az, hogy te tényleg látszódjon, hogy jó, nincs óra. Pont. Nem az, hogy jó, hát meg kell tartani az összes órát, de egyébként sztrájkoljál a lyukas órádban, köszi, annak mi értelme, hanem tehát ez a rendszer így van kitalálva. Ugye ez azért ostobaság, mert hogyha a gőzt azt folyamatosan elfojtják, akkor egy idő után az fel fog robbanni. És én nem akarom megjósolni, hogy mi lesz, vagy azt mondani, hogy már pedig muszáj erőszakosnak lenni, már pedig muszáj nagyon agresszívan fellépni, de látjuk, hogyha így bánnak a diákokkal, akkor az lesz, hogy ők, ha nem lettünk volna ott, akkor is agresszívan léptek volna fel valószínűleg a kordonnal szemben, és neki mentek volna. Én ott sem voltam, amikor a kordont már elkezdték szétkapni legutóbbi alkalommal. Tehát, hogy egyszerűen annyira, bocsánat a kifejezésért, hülyének néznek mindenkit. Lekezelő stílusban, ahogy mondtam, az önálló akaratot elvitatva, degradálóan beszélnek a teljesen értelmes diákokkal, pláne tanárokkal, hogy ne csodálkozzanak, hogyha utána neki fognak menni a kordonnak, és örüljenek, hogyha még a kordonnak mennek neki. Úgyhogy persze, megint nem válaszolok erre a kérdésre, nem tudom, hogy mi lesz. Azt tudom, hogy igen, egyszerűen fel fog robbanni egy idő után, hogyha nem hajlandóak engedményekre, meg kompromisszumokra, és nem csak azon a szinten, hogy leülök a pedagógusok, nem tudom melyik szakszervezetének vezetőjével, hanem azon a szinten, hogy látványos gesztusokat tesznek, hogy igen, meghallgattuk a diákokat, leültünk velük beszélni, nyilvánosan is, akár tévében is, és ez nincs. Degradálás van, a komment hadseregnek az uszítása van, a megafonos idiótáknak az emberekre uszítása van. Pankotai Lilit, egy 18 éves lányt, a megafonosok egy napon keresztül követték és zaklatták, hogy lejáratóanyagot készítsenek róla. Egy 18 éves lányt. Milyen szinten vannak ezek az emberek lelkileg, hogyha így gondolkodnak, hogy ez belefér?
Ezek után én nem gondolom azt, hogy bármilyen szintű korrekcióra képes lesz ez a rendszer. Beszélhetünk az önkormányzatiságról, hogyha már itt vagyunk Nagykanizsán, egy picit azért legyen valami olyan is, ami nem ilyen országos jellegű téma. Lehet ezen változtatni? Tehát most az önkormányzatoknak, főleg az ellenzékben levő önkormányzatoknak, és nyilván Budapesten látszik, ha más nem, akkor most csak a tömegközlekedés, vagy a buszos közlekedés áfájának eltörlésével kapcsolatban. Tehát ennyire cinikusnak lenni, azért ehhez már művészet kell tényleg, hogy a turista buszoknak nem kell áfát fizetni, a buszjegynek az áfáját viszont nem hajlandó kell engedni, ami nyilván egy nagyobb tétel lenne, és sokan éreznék, meg nem csak a főváros büdzséje. De egyértelműen látszik egyfajta ilyen centralizálás, aminek az lesz a vége, ami itt valamikor 40 évvel ezelőtt volt, hogy majd mindent eldöntenek a pártközpontban, és amikor ott azt eldöntötték, mi azt szerint fogunk élni. És ez a folyamat, ez nagyon-nagyon láthatóan működik. Igen, azt hiszem, ezt Szeged polgármestere Botka úr mondta, hogy amikor ő elkezdte, akkor még olyanokról döntetett, hogy hol legyen híd, hol legyen a kórház, hogyan működjön a város, most meg eldöntheti, hogy kitakarítja az utcákat. Jó esetben. Egyelőre. Egyelőre, igen. Tehát, hogy igen, ez a centralizálás, ugye ez egy olyan rendszernek a sajátja, amelyik ugye a hűséget nagyon sokan pozitívan értik, és teljesen jogos, mert a hűség nagyon fontos emberi kvalitás. De ha szakértelem fölé helyezzük a hűséget, akkor kontraproduktívak leszünk, és bocsánat, kontraszelektáltak leszünk, és olyan emberek kerülnek olyan pozíciókba, döntési pozíciókba, akik aztán nem felelnek meg annak a pozíciónak a követelményeinek. Emiatt rossz lesz a rendszer, emiatt központosítják jobban, és ez egy ördögi kör. Folyamatosan újra és újra és újra. Úgyhogy a rendszer hatalmi gondolkodásából fakadóan mennek majd neki még jobban az önkormányzatoknak. Mert tegyük föl, megint lesz valami tök jó kampány, az önkormányzati választáson az ellenzéknek sikerül megtartania és még meg is szereznie újabb, kisebb-nagyobb településeket. Mi a logikája a rendszernek? Elveszünk tőle mindent. Akkor inkább bedarálják az önkormányzatiságot, nem tudom, hogy ez lesz, de a logika azt mutatja, minthogy bármi engedményt tegyenek, mert azzal a saját belső rétegük felé, a saját támogatóik felé gyengeséget mutatnának, úgyhogy készülünk fel arra, hogy igen, ez még szűkülni fog. Ugye mai hír, hogy az építőanyagoknál is azt hiszem az állam nem az, hogy enystandolhat, de ő mondja meg, hogy mennyiért veszi meg, aztán ha nem tetszik, akkor lehet bíróságra menni. Tudjuk, hogy az mennyi idő után fog majd eredményt hozni, hogyha hoz bármilyen eredményt. De ez nem vezet sehova, tehát ennek először előbb-utóbb ki kell pukkanni, föl kell robbanni, ezt a szót akartam az előbb használni, de talán nem az fog történni, elég lesz egy pukkanás is, amikor a kis gömböc megeszi saját magát, mert ez gyakorlatilag oda fog vezetni, tehát amikor mindent behabzsoltam, akkor ott egy puk lesz, igen, egy óriási, és akkor ott fog állni egy ország, lehet, hogy egy anarhiában, mert a helyi képviselőknek már nem lesz joguk dönteni semmiről gyakorlatilag, fönt meg nem tudják eldönteni. Adott esetben mondjuk, hogy Szegeden hol legyen híd, vagy Nagykanizsán melyik utcát kéne felújítani, mert hogyha ez már tényleg ott fog eldőlni, az is, hogy Nagykanizsa utcái közül melyiket kell felújítani, akkor már tényleg nagy baj van. Viszont erre haladunk. Igen, hát ugye ez van az oktatásban, hogy egy ablakcsere, vagy egy WC papír beszerzést is a kliknek kell jóvá hagynia, ami lehet, hogy 50-100 kilométerrel odébb van, mert éppen ott van az iskola, nem tudom, határ mentén. Ez van az oktatásban. Mi az eredménye? Tanár és diák tüntetés. Hány, nem is tudom, 16 ezer tanár hiányzik a pályáról? A diákoknál vannak olyan végzős osztályok, akiknek már eszébe se jut magyar egyetemre jelentkezni, egyből mennek külföldre, vagy azt mondják, hogy akkor köszönjük szépen, elvizek valami tanfolyamot, és megyek külföldre dolgozni. Úgyhogy igen, ez a központosítás, ez egy idő után minden rendszert el fog érni, és ez a veszte az egésznek. A probléma, és nem az olyan probléma, hanem ugye itt a nehézség az, hogy nekünk van mi a Schengen zónában vagyunk. És nálunk nem tud úgy felrobbanni ez az egész, mint mondjuk az arab tavasz elején volt, az ugye Tunéziában egy árussal nagyon, nagyon rossz helyzetben volt, vállalhatatlanul beszéltek vele, eleg lett az egészből, felgyújtotta magát, meghalt, a többi már történelem. Tehát, hogy ilyen nálunk nincsen, hála a jó égnek. Nálunk az van, hogy valakinek elege van, akkor szépen elmegy. Most is volt olyan rendőr a Gyorskocsi utcában, aki elmondta, hogy ő 10 plusz év szolgálat után, köszöni szépen, valószínűleg külföldre fog távozni, mert nem akar. Ez neki ennyi volt. Meg is értem. Úgyhogy igen, ez a természetes kifutása egy ilyen rendszernek, ami ennyire központosít. A kérdés az, hogy ezt meddig hagyjuk, és akkor ilyenkor szokott jönni a kommentelői meg a nézői kérdés, hogy jó, de hát én mit tegyek? Hogyan tudom nem, hogy hát
el lehet menni választani. És én értem, hogy nem szimpatikus az ellenzék, de attól még akkor lehet azt mondani, hogy bárkire, csak nem a Fideszre. Mi hazánkat sem javaslom, mert szerintem abban a világban sem akarunk élni. Én azt mondom, hogy ha valaki jelen pillanatban fideszes, és neki ez egy ilyen, nem tudom, nem olyan szintű elköteleződés, hogy ilyen vallási szinten rajong a Fidesz vezető iránt, hanem hajlandó meghallgatni egyéb érveket, akkor nézzen rá arra, hogy a saját életében mennyire működnek a dolgok. Hogyha egészségügyben akar időpontot, hogyha a közlekedést nézi meg, ha az oktatási helyzetet nézi meg. És értem, hogy nem szimpatikus az ellenzék, de ne szavazzon a Fideszre, ez a minimum. Itt a választás tulajdonképpen egy év múlva ilyenkor már lehet, hogy többet is fogunk tudni, akár önkormányzati, akár az uniós választás eredményével kapcsolatban. Kampány még talán nincsen, de azért egyre aktívabbak a politikusok. Ön is itt jár nagy kazizsán többek között, hogyha lehet ennyi személyeskedést megengedni magamnak. De azt gondolom, hogy ha egy kicsit bele akarunk mászni a dolognak úgy a mélyébe, akkor önöknek azokat kell meggyőzni, azokat a gondolkodó embereket meggyőzni, akik azt mondják, hogy én azért nem megyek el szavazni, mert nem találok olyan embert, akire odahúznám az X-emet nyugodt lelkismeretet. Tehát a kormány oldalon ez könnyű, mert ott a narancs, most mindegy, hogy kecskefejet raknak mellé, vagy mindegy mit, akkor is be fogja húzni az X-et mellé. Az ellenzéki oldalon, vagy a nem Fidesz-szer együtt gondolkodók oldalán azért ez egy kicsit másképp van. Tehát ha nem kapnak minőségi terméket, akkor nem mennek el vásárolni. Igen, ugye ezt is érintettem az előző körben. Tehát ez egy dolgozni szimpatikus, persze, de ugye, tehát nekünk Donát Annának a különböző konferenciája, megszólalásai az pont arról szólnak, hogy van ilyen ember, csak oda kéne rá figyelni és meg kéne hallgatni. Tehát hogy az, hogy egy Gír Verhofstadt el fog jönni a következő konferenciára, az egy elég nagy szó, és külföldön is látják, annál van a potenciált. Ugye mindenkinek javaslom, hogy nézzen rá ezekre a Holnap Magyarországa eseményekre. Van egy nagyon könnyen emészthető Holnap Magyarországa tervprogram is, ami emberközpontú gazdaság, oktatás, klíma, illetve az Európai Uniós tagságunk megerősítése körül forog. Mindenkinek javaslom, hogy nézze meg. És van ilyen, tehát van alternatíva. Most, hogy ez mennyire szimpatikus, én itt egy dolgot szeretnék csak kérni mindenkitől, aki ezt nézi, hogy ha tájékozódni akar valaki a Momentumról, akkor a Momentumot nézze. Vagy a Momentumosokat kérdez, de ne azt hallgassa meg, hogy az M1-ben mit mondanak rólunk. Ugyanúgy, ha valaki a Fideszről akar tájékozódni, akkor kérdezni meg a fideszeseket, hogy miért úgy csinálják, mert most én most vagy objektív leszek, vagy nem. És ez az egyik legfontosabb, amit nagyon sokan nem tesznek meg, hanem csak azt mondják, hogy hát az M1 azt mondta. Értem, de az M1 az olyan, mintha a Fidesz párt közleményét olvasnánk el. Ez lenne a kulcs. De igen, karaktert kell építeni, új embereket kell építeni, és szerintem a legfontosabb az, hogy folyamatosan jelen kell lenni. Én egyébként most harmadjára járok Zalában az elmúlt pár hónap alatt. Én az egész országot járom most ilyen különböző eseményekkel, amikor hogy Rácz Andrással vagy Katrány Ferenccel megyünk erre-arra. Ugye ma leszünk Nagykanizsán, holnap megyünk Zalaszentrótra, de hogy Miskolctól, tudom, Sopronig nagyon sok helyre fogunk menni még, meg voltunk is sok helyen, ez is fontos. Tehát, hogy helyben ott kell lenni, csinálni kell a dolgokat, aztán én rajta vagyok. Lesz ennek eredménye? Már most látom. Szerintem sokan várják, hogy legyen, és nem biztos egyébként, most én azt mondom, hogy lehet, hogy ez most az én számból meglepő lesz sokak számára, akik ismernek, hogy nem biztos, hogy a Fidesz-szel unblock van baj. Ott azzal a vezetőséggel, aki ezt az egészet manipulatív célokkal és módszerekkel próbálja meg úgy működtetni, hogy az úgy működjön, ahogy most működik. Tehát, hogy én elhiggyem azt, hogy nem azért drága a tej, kenyér, sajt, vaj, stb. A boltban, mert valaki rosszul gazdálkodik ebben az országban, és rosszul sáfárkodik a vagyonnal, hanem azért, mert mit tudom, Brüsszelben valaki teát hívott, vagy elszívott egy cigit. Igen, és igazából az önkormányzatokban, ahol mondjuk ellenzéki vezetés van, nem tudom, hatodik kerület, Soproni Tamás vezette önkormányzat, ott látjuk, hogy van olyan fideszes, akivel meginne egy sört az ember, akivel lehet beszélgetni, aki nyitott a jó ötletekre, de, és erre talán a 2015-ös helyzet volt a legjobb példa. Amikor 2015-ben, és szerintem erre sokan emlékeznek, a keleti pályaudvarnál feltartottak menekülteket, nem engedték őket tovább, hogy mutassák ezt a helyzetet, akkor azt lehet tudni, hogy a főváros, a Tarlós István vezette főváros megkeresett olyan szakértőket, akik ehhez értenek, hogy mit kell ilyenkor csinálni, hogy mire van szükségük, tolmács, hogyan oldjuk ezt meg. Volt egy civilizált párbeszéd.
Aztán jöttek fentről, hogy na, azt most gyorsan felejtsétek el, ez egy politikai esemény, ezt mi erre használjuk. Tehát a Fideszben is bőven van olyan ember, akivel lehetne beszélni, csak amíg ledominál mindent ez a macsó, vagy Bödöcsöt idézve, ha már Zalában járunk, ez a kangörcsös TSZ elnök hozzáállás, azért akkor az úgy nehéz. Ilyenkor nekem el kell határolódnom úgy hát, egyébként, hogy mint műsorvezetőnek, hogy akkor ezt én akkor ettől most így távol tartottam magam ettől a kijelentéstől. Ránéztem az órára, 30 perc, 25 másodpercnél tartunk, úgyhogy elszállt ez a fél óránk. Nagyon szépen köszönöm, mi lenne miről beszélgetni. Hogyha jöhetek, akkor nagyon szívesen. Mi itt leszünk. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget. Nézőknek a figyelmet köszönöm azzal, hogy pénteken találkozunk majd egy kibeszélő extrában, viszontlátásra.